késsel támadt rendőrökre egy férfi Párizsban, két rendőr könnyebben megsérült, a merénylőt a helyszínen lelőtték. A tettes nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, a terror támadást egyelőre kizárták. Állig felfegyverzett rendőrök lepték el a párizsi Gare du Nord pályaudvart, ahol egy férfi késsel támadt a járőrökre. A férfi két rendőrt megsebesített. A merénylőt agyonlőtték. A belügyminiszter a Twitteren megerősítette a hírt. Azt írta, az incidens hétfőn reggel 7 óra körül történt. A rendőrök fegyvert használtak, hogy elhárítsák az utasokat fenyegető veszélyt. A közlekedési miniszter azt mondta, nem tekintik terrortámadásnak a késelést. Az elkövető ismert volt a rendőrség előtt. A rendőrség annyit tudott róla, hogy a vasútállomáson kóborolt, és most késsel támadt rájuk, ami arra késztette a rendfenntartókat, hogy használják a fegyverüket. Ennél több információval nem rendelkezem. A nyomozás elindult, nyilatkozta a tárca vezető. A késes támadás miatt komoly fennakadások voltak a pályaudvar forgalmában, amely Európa egyik legnagyobb vasútállomása. Naponta indulnak és érkeznek oda nemzetközi járatok Nagy-Britanniából és Belgiumból. Az elmúlt időszakban több késelés is történt hivatalos személy ellen Franciaországban. Tavaly novemberben az egyik párizsi metroállomáson egy iszlám szélsőséges késsel támadta biztonsági őrökre. A támadót meglőtték, súlyos sérülésekkel került kórházba. Májusban egy 40 év körüli férfi egy Nant melletti rendőrőrsön szúrt meg egy rendőrnőt, elvette a pisztolyát, elmenekült, majd később az őt üldöző rendőrökre lőtt. Két rendőr megsérült, a támadót lelőtték. A férfi szerepelt a terrorgyanú személyek listáján.